Pakson különösen fontos, hogy ráirányítsuk a figyelmet a hagyományok ápolására, a múlt tiszteletének megőrzésére. Az önkormányzat ezért kiemelten támogat minden ezt segítő kezdeményezést, programot, mondta el Hajdú János, Paks polgármestere azon a sajtótájékoztatón, ahol a 6. országos Schiller Fesztivál rendezvényeit ismertették a szervezők. Körük, csak úgy, mint a kínálat, idén kibővült. Mindig az a célunk, hogy minél többen látogassanak el a fesztiválra, és próbáljuk azokat a kereteket, amelyek rendelkezésünkre állnak, a legjobban kihasználni. Ezért az idei évben jött egy olyan felvetés, hogy mi lenne, hogyha a Német Nemzetiségi Nappal együtt tartanánk a 6. országos Schiller Fesztivált, hiszen a Schillernek az eredete szintén a svábokhoz köthető, és ezért úgy gondoltuk, hogy megpróbáljuk az idei évben, hogy talán több mindenki kilátogat a rendezvényünkre, és egy még komplexebb programot adhatunk az ide érkezőknek. A szakmai programok előkészítését és lebonyolítását idén is a Sárgödör téri Présház tulajdonosok egyesületének tagjai vállalták. A rendezvényfolyam május 31-e délelőttjén borbírálattal indul a Sárgödör téren. Tavaly külföldről is tudtunk borokat szerezni. Biztos emlékeznek rá, tavaly már eldicsekedtünk, hogy 5 nemzetnek a borai voltak itt a Sárgödör téren. 184 bor volt, összeszedjük a borokat, besoroljuk, összeszedjük meg a bírókat, ami nem kis munka, mert a 40 és 50 személy között kell összeszedni, hogy érdemben el tudjuk dönteni a dolgokat. 6 présházban bírálják majd a Schillereket. A minták közé a paksi termelők nedűit is várják május 21-től 24-éig. Az értékelt borokat a szokásoknak megfelelően a közönség is véleményezheti a fesztivál második napján, melynek délutánján már a Német Nemzetiségi Nap színpadi programjai között válogathatnak a Sárgödör térre látogatók. A szokásunkhoz híven az általános iskolák bemutatkoznak, általános iskolák gyermekei, mindazok, akik német nemzetiségi táncokat tanulnak a nemzetiségi óra keretében. Azon kívül azt hiszem, hogy nem lenne német nap Pakson a Roger Schilling zenekar nélkül, legalábbis én ezzel vigasztalom magam, hogy nem lenne. És szeptemberben alakult Pakson egy nagy-nagy örömömre egy felnőtt tánccsoport, akik már bemutatkoztak a svábbálunkon, most lehetőséget kapnak egy nagyobb körbe a bemutatkozásra. A Schiller Fesztivál keretei között harmadik alkalommal kínálnak szakmai programot az érdeklődő borászok számára. A Schiller konferencia helyszíne idén is az Erzsébet nagyszálloda lesz, ahol neves borászok tartanak előadásokat a borkezelésről és a bormarketingről. A Schiller Fesztivál idején a paksi önkormányzat támogatásával országos népzenei találkozó helyszíne is lesz városunk. A rendezvénynek a Csengei Dénes Kulturális Központ biztosít helyszínt.